A tavalyi megyei konzultáción begyűjtött információk és javaslatok értelmében a máramarosi RMDSZ vezetői réteg találkozókat és képzéseket szerveznek idén, azzal a céllal, hogy megteremtsék a kapcsolatot a magyar közösségek különböző csoportjai, valamint az ezek érdekeit előmozdító szakemberek között. Március elején Hegedűs Csilla államtitkár találkozott a máramarosi vállalkozókkal. Európai Uniós támogatások vállalkozások számára címmel tartott előadást, amelyben bemutatta az RMDSZ részvételével meghozott kormányintézkedéseknek köszönhető támogatási lehetőségeket, pályázati kiírásokat. Az Erdély több településén megtartott tájékoztató jellegű találkozók célja a magyar közösségek gazdasági felzárkóztatása. Az RMDSZ az első perctől kezdve nagyon fontosnak tartotta az erdélyi magyar vállalkozók támogatását. Számos támogatási programot írtunk ki, pályázati lehetőséget, hiszen tudjuk azt, hogy az erdélyi magyar vállalkozók általában erdélyi magyar embereket alkalmaznak, nekik nyújtanak biztonságot, munkahelyet, mindennapi kenyeret, és éppen ezért kötelességünknek tartjuk azt, hogy tájékoztassuk őket, felkészítsük őket, hogy a lehető legjobban tudjanak pályázni, tudják a céljukat bővíteni. Folyamatosan frissített levelező listát is működtetnek. A rendszeresen kiküldött hírlevelek az erdélyi vállalkozók pályázati kiírásokkal kapcsolatos tájékoztatásának leghatékonyabb módja. Ezekben határidőket közölnek, útmutatást nyújtanak. A legnagyobb összegek a megújuló energia termelésére, valamint a termelés digitalizálására irányuló projektekre hívhatók le. A nagyszámú pályázat miatt a minisztérium maga is kénytelen a mesterséges intelligenciához folyamodni, amíg névadásra váró robot fogja a pályázatokat elbírálni. Kaptunk egy e-mail címet, kaptunk egy telefont, egy kontaktot, ahol fel tudjuk venni a kapcsolatot, és elmondjuk azokat a gondokat, amik vannak. Eddig megjöttek a projektek, csak elutasították, de most már tudunk rajta változtatni, hogy azokat a gondokat ne utasítsák el. A találkozó második felében a vállalkozók felvázolták azokat a helyzeteket, amelyek olykor megoldhatatlannak tűnő kihívások elé állítják őket. Hegedűs Csilla bátorította őket, hogy szükség esetén vegyék fel vele a kapcsolatot, lehetőségeiknek megfelelően munkatársaival igyekeznek a legtöbb felmerülő kérdésre megoldást nyújtani.